kiállítás alkalmából. Elég régóta szerettünk volna egy ilyen szép nagy kiállítóteret üzemeltetni. Ennek a lehetősége oda érkezett el, és egy nagyon komoly 4 hónapos munka után most végre itt lehetünk. És nagy megtiszteltetésnek veszem, hogy a Miskolci duó, Kisvonti Miskolci fiúk, Kisvonti Zsolt és Jurecskó László, amikor látta ennek a helységnek a szépülését, épülését, akkor egy nagyon érdekes és szép anyagot tettek elén, hogy úgy gondolják, hogy ezzel érdemes lenne ezt a helységet megnyitni, és a régi hagyományainktól eltérően egy kicsit a kortárs művészet felé orientálódva kiállítani ezt a művegyüttest. És azt gondolom, hogy amennyire mi igyekeztünk ezt a helységet szépé varázsolni, nagyon szép és jó tartalommal nekik sikerült megtölteni erre az első kiállításunkra. Én átadnám a szót Jurecskó Lászlóra. Vagy Kisvonti Zsoltnak. Sziasztok, jó estét kívánok! Én csak két szót mondok, hogy két magyarodat, gyakorlatilag mi régebben ismerjük Attilát, mint János, utána mellettem Páfosi Attila művész, és még már 2010-ben is elkezdtük a kiállítást, sőt a dupla kiállítást, mert fiam Farkas utcában a Viszonylátó és a Szemben levő bérelt kiállítótérben, és ott még a mai művei és a korai művei volt együtt kiállítva. Itt most csak a korai munkái vannak, 68 és 74 között készült munkák, ilyen kiállítás még nem volt. Páfos Attila az a magyar részletőkérben nincsen benne. Na most az, hogy ki van benne, ki nincs benne, és miért, ez az a dolog, amivel marhára nem érdemes foglalkozni. A rendszer nem egy kompilálatos dolog, nem lehet azt mondani, hogy kérem itt ez a szívást, tessék kijavítani, mert nincs tulajdonosa az ilyesmi. Tudható már, aki így ismeri a régen óta a magyar művészetet, mondjuk az én generáció idejétől, ugye azt tudja, hogy volt egy véletlenül, de rendkívül hatékony generáció, és egy nagyon hatékony műtárgy készítés, illetve kiállítás, egy-két kiállítás ipartervnek hívva, amivel tulajdonképpen a magyar művészet, az egyetemes művészet és az egyetemes kultúra jelen idejében felzárkozott. És hát ugye miután a minden állításra tagadását is magába hordozott, nem volt olyan marha rohadt nehéz nekünk megtalálni egymást, és megtalálni azt a kultúrát, amiből minket kirekesztettek. Na most, az Attila barátom ennek az egésznek része volt, meg nem is. A három kijelentésből kettő teljesen igaz, tehát az, hogy amikor megjelent az a illegális kiadvány, a Dokumentum 70 címe, ugye abban a Páfosi Attila benne van. De például ebben a két ipartér kiállításban az Attila nem állított ki. Tehát az, hogy kiállított ki és ki nem, ez nem volt egy evidencia. Nem volt olyasmi, hogy zsűri, mert aki volt, az kipakolta a cuccait. Na most az, hogy a Klaus Brohnak utóbb elhíresedett könyvében is szerepel Attilának a konceptuális munkásság, az bizonyítja azt, hogy az egyetemes
képzőszeti jelenben a Páfosi Attila jelen volt. Mindezt azért mondom, mert hogy a magyar művészet történetben ő nincs mindeközben jelen. Ezt most nem akarom a étvágyokat gerjeszteni azon, hogy milyen cuccai vannak az Attilának, ami abszolút senki nem tudja, hogy létezik, és eszébe sincs senkinek, hogy esetleg ezt össze lehetne szedni, ami tönkrement, ezt rekonstruálni lehet, és ha ki van téve, akkor azt mondjuk, hogy basszus, hát a magyar képzőszet az 20%-kal több, mint amit gondoltuk. Nos, erről, amit itt láthatok, ezekről a dolgokról, hogy ezt én úgy tudom megközelíteni, mert ugye amiről idáig beszéltem, abban én az Attilával abszolút testvéri viszonyban voltam, és hát ez a tanúsága annak, hogy nem csak Budapest volt igazság szerint közel a világ közepéhez, de visszaszeverként is, de ott volt az Attila, és olyan vidámat csinálta, mint a Magyar Jutzést mellettük, ezeket a kifogástól remek poplár cuccok. Meg volt hozzá a főszereplőben remek állása volt, ő volt a későbbi Leningrádos fűtőszisztémájának a főnöke. Ugye megszoktuk azt, hogy vannak képzeltetnek itt olyasfajta viselkedése, hogy valaki valamit csinál, attól elhíresül, eladódik, és copyright alapon azt nem változtatja meg. Tehát egy PR szülár az mindig egy vastag, viszintes csík, az kész. Egész életében nagyon remek művész. Vagy ugye nem tudom, a Rothko, hogy három, csak ott a széle be van gurítva. Viszintes csík, az csókol. Na most az Attilánál ez a fajta viselkedés, hogy ilyen csíkokat fest, ez olyan, mint a levegővétel. És hál' Istennek az Attilánál ez működik. Na most az, hogy itt ki van állítva, nem tudom én, tucatnyi vagy másfél tucatnyi kép, az azért nem érdekes, mert az Attila hát simán be tudná takarni az egész műcsarnokot rögtön. Akármelyik kép tökéletesen alkalmas arra, hogy akármennyi ideig szemléje áll ki, és hogyha ha képessége van a önmagába fordulásra, akkor tulajdonképpen vele a létezés bármilyen kalandja előfordulhat, miközben ezen a képen. Ezzel úgy.